Üdvözöllek! Ebben a videóban egy viszonylag egyszerűnek mondható megoldást nézünk meg arra az esetre, hogyha a Windows nem indul el, de azért szeretnénk hozzáférni a számítógépünkön lévő fájlokhoz. Számos oka lehet annak, hogy a Windows nem indul el, az egyik, hogy a merevlemez meghibásodik, vagy éppen az SSD meghajtó, de nem teljes egészében, viszont annyira igen, hogy a Windows az már nem képes elindulni, vagy éppen ez lehet egy általunk eszközölt rendszer szintű módosítás, ami miatt aztán valamilyen probléma keletkezik, vagy éppen valamilyen program által eszközölt módosítás, beállítás, ami megakadályozza a Windows elindulását. De igazából arra is volt már példa, hogy egy Windows frissítés meggátolta a Windows elindulását, mert valamilyen problémát okozott. Tehát elég sok oka lehet ennek, nyilván ez nem annyira nagyon gyakori probléma, de hogyha előfordul, akkor eléggé kellemetlen tud lenni, főleg, hogy az adott számítógépet munkára is használjuk, és sürgősen kell lennének rajta lévő fájlok. Vannak esetek, amikor a Windows újratelepítése erre megoldás lehet, de a merevlemez részleges meghibásodása esetén ez már nem feltétlenül működő megoldás. És ha például egy laptopon vannak a fájlok, és az abban lévő merevlemezhez vagy SSD meghajtóhoz nem is férünk hozzá, mert ahhoz jobban szét kéne bontani a laptopot, akkor nyilván eléggé nagy problémát jelent ez, és nem feltétlenül van időnk megvárni, míg szervizben megoldják ezt a problémát. De valójában a számítógépek esetén is jól jöhet egy olyan megoldás, amivel azonnal hozzáférhetünk a fájlokhoz. Ehhez annyi szükséges azért persze, hogy a számítógépünk önmagában az működőképes maradjon, tehát csak merevlemez vagy Windows szintű problémáról legyen szó. Egy ingyenes program ad nekünk erre megoldást, aminek az a neve, hogy Veragon Rescue Kit. Hogyha erre rákeresünk, akkor itt van rögtön az első találat, de a Google esetén rögtön itt van a download is. Utána pedig itt van, erre kéne kattintani, és akkor ezt le kellene tölteni, de én ezt már letöltöttem. Indítsuk el, hát ez egy ilyen telepítő lenne, de valójában még azt se lehet beállítani, hogyha szeretnénk ezt telepíteni. Tulajdonképpen ez inkább csak kitömerítés, amivel hogyha végez, akkor el is fog indulni. Ahogy végez a telepítés, rögtön el is indul. Itt tulajdonképpen két opció közül választhatunk, amelyek készíteni fognak egy olyan programot, amit el tudunk indítani tulajdonképpen a Windows helyett is, bizonyos feladatokat elvégezhetünk, például fájlokat másolhatunk. Ez lehet 32 vagy pedig 64 bites. Hát nem tudom, hogy melyik micsoda, akkor a videó tanfolyamra elvándorolva. 32 vagy erre, hogyha rákeresel, akkor itt lesz. Erről lenne szó, ezt a videót nézd meg. De azt tudnám javasolni, hogyha ez alapvetően problémát okoz, akkor inkább valaki mással készítesd el ezt a programot, hogy egészen biztosan minden rendben legyen, mutasd meg ezt a videót, és akkor készítesd el, mert egyébként lesznek még olyan dolgok, amiket be kellene állítani, és azok azért ennél bonyolultabbak lesznek. Hát esetemben 64 bites verzióra volna szükség, azt tudnám egyébként javasolni, hogy azon a számítógépen készítsd ezt el, vagy készítesd el, amelyen majd használni tervezed ezt a programot. Most akkor erre kattintok. Itt vannak különféle beállítások, de igazából tulajdonképpen itt mondhatjuk azt, hogy next. Ezek így jók szoktak lenni, és akkor itt kér egy termékkulcsot, meg egy sorozatszámot, amit itt lehet ingyen igényelni erre a linkre kattintva. Hát itt néhány adatot meg kell adni, de igazából ennyi, és akkor utána e-mailben küldik ezeket az adatokat, amiket itt meg kellene adni. Megadtam és a Next-re kattintottam, és akkor látható, hogy ki kell választani, hogy Windows vagy pedig Linuxról lenne szó. Hát nyilván Windowsról van szó, a legtöbb esetben is, és akkor Next. Itt ki kell választani egy pendrive-ot, amire ez elkészítésre kerül. Erről a pendrive-ról tudjuk majd elindítani. Most nekem itt van egy 8 GB-os, meg egy egészen kicsi 2 GB-os. Ez is elég. Ezt kattintással kiválasztjuk, és akkor Next. Figyelmeztet arra, hogy törlésre fog kerülni minden, ami rajta van, szóval azért ezt óvatosan. Yes. Törölje és akkor készítse erre. És hát tulajdonképpen végzett is, ennyi volt. Finish. Visszakapjuk ennek a kezdő képernyőjét, de igazából ez így ennyi lenne. És amikor erre a pendrive-ra szükség lesz, akkor be kellene azt állítani, hogy az USB-ről bootolás lehetséges legyen, valamint a boot sorrendben az USB eszközöknek kellene legelő lenniük.
Ha fogalmad nincs arról, hogy most miről beszéltem, akkor megint csak azt tudnám javasolni, hogy kérj meg valakit, aki ezt megcsinálja, vagy pedig megmutatja, hogy hogyan kell megcsinálni. Most akkor a Windows helyett ezen a pendrive-on lévő programot fogom elindítani, és akkor megnézzük, hogy ezt hogyan kell használni a gyakorlatban. Mint látható, az elindulása hasonlít a Windows elindulására, és már el is indult. Hát igen, itt vannak különféle lehetőségek, például mentés egy virtuális lemezre, vagy helyreállítás egy virtuális lemezről, megnézhetjük a kézikönyvet persze angol nyelven, vagy akár megpróbálhatjuk elhárítani a Windows betöltését, elindulását megakadályozó dolgot, de akár egy teljes partíciót is törölhetünk, vagy pedig fájlokat másolhatunk, illetve a hálózatot is be tudjuk állítani, illetve drivereket is betölthetünk. Most akkor ezek közül a fájlok átvitelét, másolását nézzük meg. Kattintsunk erre rá, és akkor Next. És tulajdonképpen itt mi megtaláljuk a különféle partíciókat, meghajtókat, itt pedig az adott partíción meghajtón lévő fájlokat. Itt van nekem egy ilyen fontos nevű mappa, dupla klik, és akkor ezt meg lehet nyitni, majd kattintunk erre a nyírra, és akkor ez szépen oda átkerült. De nézzük, hogy ez a mappával működik-e, hát működik, tehát tulajdonképpen mi egész mappákat is ezzel a nyíllal oda tudunk pakolni, ezek kerülnek majd átmásolásra. Valamelyiket nem szeretnénk, akkor kiválasztjuk, és ide kattintunk erre a nyílra, és akkor innen eltávolításra kerül. Tehát ilyen módon a fontos fájlokat mi ki tudjuk jelölni másolásra. Most akkor ezt innen kiveszem, mert csak a fontos mappa kell, és annak a tartalma. Hát 17 byte, mert igazából ez csak egy TXT file tartalmaz egy néhány szóval. És akkor Next. Ki tudjuk választani, hogy hova szeretnénk ezt elmenteni, helyi vagy hálózati meghajtóra, nyilván ez lett egy pendrive, vagy pedig akár lemezre is írhatjuk, hogyha ezt választjuk ki. Hát most át szeretném másolni egy pendrive-ra, és akkor Next. Persze ez lehet egy külső merevlemez is. És akkor be kéne állítani. Itt van nekem ez a pendrive F jelű meghajtó jelenleg. Ez pedig maga, amit elkészítettünk programot, ami éppen most fut. És akkor Next. Majd pedig Next. És akkor megint Next. Tulajdonképpen ezzel végeztünk is. Finish. Visszakerülünk ide, és akkor itt vagy újraindítjuk a számítógépet, vagy pedig kikapcsoljuk. Vagy hát éppen újabb fájlokat is másolhatunk, hogyha arra lenne szükség. Nem szeretnénk akkor cancel. Ha végeztünk, akkor kapcsoljuk ki a számítógépet. Shutdown.